Hát már ma megint olyan csinálunk, amit még nem. Ugye sok embertől már hallottam én ezt az elektrolízises témát, meg Gábor barátunk is a múltkor ajánlotta, hogy a Bicskának is jót tett volna ez az elektrolízises dolog. Hát úgy gondoltam, elkészítjük mi is, így házilag, gyorsan, olcsón. Igazából tényleg egy nagyon egyszerű dolog megoldani. Nem kell hozzá más, kell egy töltő, egy régi töltő, amit úgy beáldozunk a cél érdekébe. Ugye, nagyon szépen levágtam a végét, ketté van választva a drót, az egyik felére teszünk egy rozsdamentes acélt, hát ez meg kicsikét ma avéttas, mert ugye kipróbáltam már azért, és hát ilyen szép feketére azért csak megfogta, de így legalább már biztos vagyok benne, hogy működik ez a dolog. A másik felére meg, hát van, aki kampót csinál, én egy ilyen alakú, ez egy sárga réz, U betűt formát hajtottam, ennek az a lényege ugye, hogy az érmét befogja. Hát van itt egy második háborús német érme, elég javéttas állapotban van, nem tudom, hogy a kamerában mennyire látszik majd. És akkor ezt ide beszorítom, a sárga rész, két villa közé, ennyi az egész. Egy üvegbe langyos víz, abba egy jókanál só, amit aztán ugye elkeverünk, mert a sós víz jobban vezeti az áramot. Ebbe a kezembe víz, ebbe a kezembe sör. Karcsi bácsi támogatta, mert az igazság, hogy lehet, hogy a fiam az igen jól dobol, nem tudom, kit örökölte, mert az mind a két keze más csinál ugye a dobosoknak. Hát most az enyém is olyan, hogy az egyikkel keverik, a másikkal iszok. Mert a hidratálás nagyon fontos, kedves egészségetekre. Bence erősen mosolyog, itt van a méz, itt van a háttérbe. Nagyjából úgy látom, hogy el is olvadt a só. Elúgyni, ügyesen behelyezzük, amit be kell helyezni. Szóval nagyon fontos, hogy ne érjenek egymáshoz. Hát én ezt is nagyon ügyesen megoldottam, két ruhaszárító csipesz. Egyiket oda, a másikat a másik partra. Úgyni. Aztán bedughatjuk. Arra kell figyelni, hogy mindig az az oldala pezsegjen, amelyiket tisztítjuk. Tehát itt jelen esetben majd az érmefelüli oldalnak kell pezsegni. Ha véletlen a másik oldal a pezseg, akkor dugjuk be fordítva. Azt is lehet, hogy ezeket cseréljük meg, de egyszerűbb, hogyha a dugót megfordítjuk, aztán annyi. Hát elméletileg én most jól fogom bedugni. Be is van dugva. Aztán okosan most lessük, én már látom is a buborékokat ezen az oldalon. Kicsit fordítok rajta, talán ti is majd meglátjátok. Már aztán egyre jobban fog buborékolni, és megdöbbentő, hogy milyen hamar, milyen koszos lesz a víz. Tehát, hogy mi mindent kiold meg leold, én is nagyon el voltam csodálkozva igazából, tehát azért kipróbáltam, mert hogyha videó közben próbálom ki, aztán valami nem sikerül, ugye az nem egész, nem olyan jó. Volt már olyan, hogy próbáltunk ezt a videó közben és nem sikerült, hát olyan is van, de ezt legalább előre kipróbáltam. Látni már, te látod, ugye? Azért akkor talán a kamerában is látni, hogy pezseg. Igen, szépen elkezd dolgozni. És úgy gondolom, hogy mindenfajta fémnek, tehát mindenfajta minden érmelmes rész, ez egy cinkérme, ugye? Úgy gondolom, hogy más ideig kell benne lenni. Természetesen függ attól, hogy mennyire szennyezett az az érme, minél szennyezettebb annál tovább, de úgy gondolom, ilyen 10 percenként, 20 percen, ha nagyon szennyezett is 20 percenként érdemes kivenni és megnézni, hogy nehogy tönkre tegye, mert én olvastam azért ilyent is, hogy van amelyikért még tönkre teszi. Hát gondolom, hogy sokáig benne hagyták, mert rövid idő alatt biztos nem tette tönkre. Hát érdemes ezt is figyelgetni. Egy nagyon kényelmes tisztítási mód, mert igazából sok munka nincsen vele. Ennyi a munka, nagyon egyszerű megcsinálni, összerakni, szépen pezseg, a víz meg már sárgul. Tehát a kristály tiszta víz már neki át sárgulni. Jön szépen szennyeződés, oldódik le. Örömlé. Na hát akkor erre is iszok egyet. Hát nem tudom, de tervezünk, hogyha minden jó megy szombat estére egy live-ot a Bencével. Hát bízunk benne, hogy sikerülni fog, hogy összejön a dolog. Azért ezt úgy tartsátok fejbe, hogy valószínűleg ott leszünk élőbe, aztán egy picikét beszélgetünk, úgy, ahogy szoktunk. Hidratálunk. Aztán, hogyha elértük azt a bizonyos időt, azt a körülbelüli ilyen cinkérménye, és ugye ez nem volt nagyon szennyező, nem vastagon volt szennyeződés rajta, nem volt szép, tehát azért volt rajta cucc, de nem vészesen, hogy ezt túl sokáig nem hagyom benne. Utána szappanos vízzel le kell mosni, kis fogkefével megdörzsölgetni, és hát utána én ezt nemes egyszerűséggel, van itt nekem ez a kis ruha, ezen rendes gépzsír van, öreg barátunk szerint kocsikenyőcse, Szegély Jani bácsi, kocsikenyőcse, tökéletesen megfelel arra, hogy utána már ne tudjon oxidálódni, egy kis vékony réteget az ember kézzel felviszerre az érmére, nagyon jól mutat rajta. Tehát egy ilyen olyan réteget ad nekem, ami kicsit fénylik is, meg kiemeli valahogy jobban a feliratokat. Ugye, tehát nem olyan egysikú, főleg ezeknél szürke érméknél, hanem ad neki egy kis kontrasztot, jobban lehet látni. Úgyhogy igazából nekem tetszik. Az a fajta megoldás, ez simán. Majd most úgy fogjuk csinálni, aztán meglátjuk, hogy milyen lesz. Reméljük jó lesz. A vízünk az egyre szebb lesz. Most már nem is tudom mit hát. Valami romlott borra azért hasonlít. Azt nem mondom, hogy a sörre, mert ilyen rossz sör talán nincsen. Szűretlen. Nem, ugye? Ez a másnapos húgy. Na, például. Elég csufondáros színe van, de ez még lesz rosszabb is, vagyis csúnyább. Ugye minél tovább hagyjuk, annál jobban dolgozik. És még jól pezseg is. Lehet hallani. Mondjuk ezt gondolom csak én hallom. De szépen pezseg, úgyhogy erőteljes munkában van. Aztán meglátjuk a végeredményt, de úgy gondolom jó lesz, és hát hogyha legközelebb ilyen erősen korrodált bicskát, valami ilyesmit, ha találunk, akkor bizony az is bele fog kerülni. Megnézzük, hogy mennyit segít neki. Hát mondjuk az orosz, ahogy kinézett szegényem, nem tudom meddig kellett volna benne áztatni, de valószínűleg hozott volna le, az is sokat. De elég tűrhető lett így is, ahogy van. Én meg vagyok vele elégedve. De már itt lassan feketedik az alja. Látszik az érme körül. Nagyon szépen pezseg. Majdnem azt mondtam meleg, de hát hiszen langyos vizet tettem bele, persze. Persze, hogy nem hideg. Na szóval ilyen egyszerű gyerekek megcsinálni ezt az elektrolízist. Próbára ajánlom mindenkinek, és hát gondolom, hogy ha türelmesek vagytok velem együtt, mert én is azt fogom tenni, akkor kipróbálgatni különböző anyagú érméken, rézen, bronzon, Charleston a bronzon, akár nem tudom, ha, hát az alulra nem tudom mennyire hogyan reagálna, lehet, hogy azt tönkre is tenné, de biztos akadnál is valami nagyon rossz alulvér, mert esetleg azzal meg lehet próbálni, rövidebb ideig benne tartani, egy 5 percre. Hát nagyon szépen most már olyan mustáros színe van, és lehet látni az alján, hogy mint egy sötét réteg, egész vége jó újnyi vastagon egy ilyen sötétebb réteg van. Úgyhogy nagyon old ez mindenről mindent, az biztos. És hát ugye az acél meg szépen megfeketedett, a szép fényes acél tőle, azt gondolom arra az meg fölvette ezt a mocskot magára, ami lejön az érméről. Meg ki tudja, honnan jön még ennyi mindenki. Ja, rendes pezsgésben van. Nézzétek meg a méhecskés videókat is, mert fontos. Mert védeni kell a méheket, óvni őket. Aztán természetesen megyünk ám mágneshorgászni is. Meg hát csináljuk a kis szokásos dolgainkat. Úgyhogy tartsatok velünk ezután is. És mindjárt kivesszük ezt az érmét. Megnézzük, hogy ennyi idő alatt történt-e valami változás. Tuti biztos, hogy igen. Azért ez se rossz, na. Járva van. Most még, ha valami rézérmét teszek be, az még milyen fekete lesz szerintem. Hát ettől ilyen színe lesz. Olyan teteje, mint a kakaó. Na, kihúzzuk. Ne felejtsük el mindig kihúzni. Nagyon fontos. Fontos, nehogy aztán valami kányag. Már nem tudom, ebben nem. Ezen keresztül csak valami gyenge áram jön. Attól csak húzd ki. Attól kihúzom, persze. Gondolom, hogy nem valami erősség jön. Megbőgetjük egy kicsintet. Igen, hát ez visszanyerte a szép, de milyen szép fekete lett. Szóval, hogyha valami fényeset feketíteni akarunk, akkor azt például itt lehet. Például. Tehát azért ezt is jó tudni. Aha. Aha. Igen. Nézd, egész szépen ki is rajzolódik. Most légy szíves kis folyékony szappannal. Nagyon szépen kirajzolódik, ahhoz képest amilyen volt, hogy tulajdonképpen nem lehetett szinte látni a számot rajta, hogy milyen. Gyönyörű fekete. Ahhoz képest nagyon szépen kirajzolódik. Úgyhogy cinkérmének valószínű, ami nem nagyon van elszennyeződve, annak úgy látom nem is kell több. Nézzétek csak, micsoda koszos lélet belőle. Annak szerintem az 5-10 perc bőven elég. És hát majd én is nagyon nagy kíváncsisággal várom azt, hogy milyen lesz, amikor egy igazán nagyon-nagyon szennyezett érmét vagy fémet tisztítunk meg. Szerintem azt biztos jóval tovább kell természetesen bent tartani. Olvasható lett. Aha. Igen. Teljesen szép. Teljesen szép. Most Kap egy kis kocsikenőcsöt, éppen csak az ujjam hegyére veszek fel, azzal megkenem. Igen, amit mondtam, így mindjárt még szabad szemmel is, teljesen mindjárt lehet látni jobban a számot, a feliratot, mindent rajta. Nagyon szép kontrasztot ad az egésznek, és szint is. Nem tudom mennyire látni, mennyire kell közel vigyem, de úgy körülbelül látjátok ti is. A másik felé direkt nem mutogatom, mert ugye nem akarom, hogy ja, hát most takargassam le. Hogy is tudjátok, hogy mi van a másik felén. Na most akkor nagyjából letakargattam. Mert hát ugye az nem engedélyezett, hogy, hát az nem. Az, hogy látszódjon benne. De úgy gondolom teljesen frankó lett. Úgyhogy kipróbálásra valóban ajánlom mindenkinek. És hát majd írjátok meg a tapasztalatokat, hogy ki mit tapasztalt. Én pedig köszönöm, hogy velem voltatok, és kipróbáltátok velem ezt a házi, gyors elektrolízist. Tartsatok velünk legközelebb is, jó egészséget mindenkinek! Sziasztok!